1922. január 29-én született dr. Kolta László középiskolai tanár, címzetes főiskolai docens, helytörténész, Bonyhádváros díszpolgára, meghatározó személyisége. Születésének 100. évfordulója alkalmából a Bonyhádi Völgységi Múzeum a Bonyhádi Önkormányzattal karöltve egy kötet kiadásán dolgozik, amelyben Laci bácsi életéről és munkásságáról olvashatunk majd. A kötet megírásának az ötlete Kolta László családjától származik. Ez a kezdeményezés nem a Völgységi Múzeumtól született, hanem Kolta László családjától. Az ő lánya, dr. Kolta Dóra, illetve az ő férje Farkas Tibor, mindketten a Gödöllői Szent István Egyetemnek az egyetemi oktatói keresték meg a Völgységi Múzeumot azzal, hogy a Kolta László tanár úrnak az önéletírását, illetve pár kiadványát nagyon jó lenne megjelentetni, és így indult ez az együttműködés, és bízunk benne, hogy hamarosan nyomdába küldhetjük a kötetet, és miután nem sokkal a hallgatók pedig kézbe is foghatják. Egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis Kolta László 2009-ben halála előtt egy évvel összerendezte az ő napló feljegyzését. Ő egy önéletírás néven már nagyrészt a kezünk alá dolgozott, illetve a jövőbeli kiadó kezé alá dolgozott azzal, hogy lerendezte a saját jegyzeteit, kéziratait, tehát tulajdonképpen az anyag az nagyrészt készen állt. Mi most csak finom hangulásokat, illetve Kolta Dóra és Farkas Tibor pedig érdemi szerkesztő munkát végeznek. Kolta László 46 tanulmánynak a szerzője, a bonyhádi történettudomány és helytörténet vonatkozásában a mai napig egy megkerülhetetlen szaktekintély. Ezért is szerencsés az, hogy ezek a korábban kiadatlan tanulmányok most sajtó alá kerülhetnek, és így egyrészt a szakma, másrészt pedig az érdeklődő olvasók is megismerhetik egy kicsit. Ezek a tanulmányok Perczel Mórtól kezdve, tehát egészen a 19. századtól ölelik fel Bonyhádnak a történetét, egészen 1956-os eseményekig, illetve a kötetnek egy külön érdekessége, hogy Kolta László egy úgynevezett nyugatos hadifogoly volt. Ez azt jelenti, hogy a II. Világháború után nem szovjet, hanem nyugatra francia, amerikai, majd francia fogságba került, megjárt egy csomó tábort, hadifogolytábort, és rendkívül nagy viszontagságok árán jutott haza ide Bonyhádra, és ő erről részletes naplófeljegyzéseket vezetett a hadifogsága idején, ezeket utána sajtó alá rendezte, és ebből fogunk egy szerintem rendkívül érdekes és megható történetet publikálni. Kolta László személyisége és munkássága nyomot hagyott Bonyhád életében. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumnak volt az igazgatója, majd a szakfelügyelői bizottságnak a vezetője, illetve tanárként is ténykedett, tehát ő egy rendkívül sok generációt felnevelő, rendkívül termékeny oktató volt. Ő volt egyébként a Bonyhádi Honismereti Körnek az alapítója. Tehát egy, azt kell, hogy mondjam, egész Tolna megyében és szerte a Dunántúlon elismert munkájú ember. Ha a munkálatok a tervezett forgatókönyv szerint zajlanak, akkor a könyvet egy-két hónapon belül szeretnék kiadni, mondta el Farkas Gergő. És mindenkinek ajánljuk. Ajánljuk annak, aki ismerte személyesen Kolta Lászlót, esetleg akár tanár, akár diákként tartotta vele a kapcsolatot, akár a család útján, magánemberként is ismerte számukra, azt hiszem, Kolta Laci bácsinak egy új arcát fogja bemutatni ez a kötet, illetve ajánlom mindenkinek, aki a tudományosság igényével fordul Bonyhádhoz. Tehát ez egy jól megírt, egy magas szakmai nívót képviselő tanulmány lesz, illetve fontos megjegyezni, hogy ez is a Bonyhádi Önkormányzatnak a támogatásával valósult meg. Ugye az utóbbi években volt egy pozitív tendencia, hogy több helyi civil kezdeményezést felkaroltak, a Perczel kertről született kötet, a képzőművészeti körnek a kiadványa így jelent meg, és én örülök, hogy dr. Kolta Lászlónak a kötete is így napvilágot láthat.